Benyújtom a lemondásomat. Pártja választási kudarca után jelentette be Vona Gábor, hogy lemond a Jobbik elnöki tisztségéről. A pártvezér azzal indokolta döntését, hogy korábban megígérte, amennyiben nem a Jobbik nyer a választáson, akkor távozik az elnöki posztról. A Jobbik elnöksége összeülés, meg fogjuk tervezni az előttünk álló feladatokat, hogy milyen feladatok állnak a Jobbik előtt. Vona vasárnapi bejelentése belháborút indított el a párton belül. Novák Előd, a Jobbik egykori alelnöke közösségi oldalán azt írta, Vona Gábor két pofont kapott, de nem Orbántól, hanem a saját korábbi szavazóitól. A Jobbik egyik alelnöke, Torockai László Facebook oldalán azt írta, a pártelnök valóban megbukott. Az ásotthalmi polgármester szerint, ha Vona úgy gondolja, hogy nem végleg bukott meg, és a lemondás is csak látszólagos lesz, azzal kivégzi a Jobbikot. Nem csak Torockai bírálta Vona Gábort, a Jobbik másik alelnöke, Schneider Tamás is kemény kritikával élt. Szerinte nem csak a pártvezetőnek, hanem az egész elnökségnek távoznia kell. Vona Gábor végül valóban összehívta az elnökség rendkívüli ülését. Hétfőn ebben az óbudai épületben órákon keresztül tanácskoztak a pártvezetők. Az ülés után az Echo TV stábjának sikerült megállítania a választásokon megbukott pártelnököt. Gábor, mi lett a döntés? Ígértem, hogy április 8-án másképp állunk, csak nem tudtam, hogy itt lesznek, bocsánat. Mi se tudtuk. Vona ezúttal közlékeny volt, pedig vasárnap még a Jobbik eredményváró centrumából is kitiltották munkatársainkat. A távozó elnök azt mondta, egy személyes felelősséget vállal a hétvégi csúfos kudarcért. Nem indul a tisztújító kongresszuson, és listás mandátumát sem fogja átvenni. Nem kell a teljes elnökségnek lemondania, amúgy is tisztújító kongresszus lesz, tehát a tisztújító kongresszus kiírása kerül az én lemondásommal, ezáltal az ő mandátumok is lejár, és én egy személyben vállaltam a felelősséget ezért a választásért. Az elnökségnek nincs ilyen jellegű kötelezettség, én azt gondolom, mindenki becsülettel, tisztességgel végezte a munkáját, jól végezte a munkáját. Ezért a választásért jó előre jeleztem, hogy egy személyben fogom vállalni a felelősséget. A választás nem úgy alakult, ahogy én ígértem a pártomnak, úgyhogy nekem kell vállalni egy személyben a felelősséget. Vona Gábor az interjú végén egyértelmű kézmozdulattal erősítette meg döntését, de előtte még megjegyezte stábunknak, a Jobbiknak továbbra is a néppártosodás útján kell tovább haladnia.